Bem-bem-bem-bem. Megpróbáltam majdnem mindenkit összeszedni, hiszen úgy szólt a meghívó,
hogy mindazok, akik fellépnek, mindazok, akik fontos szerepet játszottak az életemben. De hát szinte valamennyien, akik itt vagytok, nagyon-nagyon fontos szerepet játszottatok az életemben. Mindannyian alakítottátok az életemet, és mindannyian beépültetek, akárhányan vagytok itt, mindannyian személy szerint beépültetek az életembe. Benne vagytok, nem tudok ebből kimászni, nem szeretnék, nincs ilyen vágyam, de a minden esetre ezt a találkozót azért kezdeményeztem, hogy azt mondtam Rezsőnek, harmadik probléma. Ha protokollális problémák lépnek fel, azaz, hogy most itt lenne egy protokollos, és meg kéne állapítani, hogy kit kell először köszönteni a jelenlévők közül, akkor óriási bajban lenne. Én meg még nagyobb bajban vagyok, mert mindenkit első helyen szeretnék köszönteni. Azt meg nem lehet. Nem köszöntök senkit menet közben, úgyis mindenki, bízom benne, hogy megemlítésre kerül. De Rezső azt mondta, amikor mondtam, hogy el szeretnék köszönni Szekszártól, hogy ne szórakozz már. De én tényleg szeretném azt, hogy amikor én itt voltam Szekszárdon, 1977-ben érkeztem ide, akkor én voltam az ismeretlen ember Szekszárdon. Nagyon gyorsan megtanultam a várost, nagyon gyorsan sokkal többet tudtam, de az nagyon gyorsan azt jelenti, hogy egy-két év alatt, amikor itt a főiskola megnyílt, nagyon sok kedves főiskolai oktató kollégám itt van, akkor jöttem ide tanítani, és valamiért úgy éreztem, hogy ez egy olyan közösség, amit érdemes megtanulni. És mivel abban az időben már nagyon sok lebontott városrész volt a településen, nekem érdekes volt megtudni, hogy hol volt a harangi cukrászda, hol dolgozott a Márkus fodrász, hol dolgozott a Gerse kötélverő. És a szekszárdiak többsége, amikor én ezt már tudtam, nem tudták. Tehát én azelőtt tanultam meg a várost, mielőtt polgármester lettem, és nem akkor kezdtem megtanulni a várost. De nem ezért lettem polgármester, ez abszolút véletlen volt, de majd oda jutunk, akkor úgyis lesz szó erről. Akkor haladjunk sorba, mert azt ígértem, hogy lesznek zenei izék. Most előre elnézést kérek azoktól, akik ugyanabban a nevelésben részesültek, mint én, azaz komoly zenei nevelésben. Pláne amikor bekerültem Szegedre Kardos Pál keze alá, ott pedig még inkább beszűkült a meghallgatható zenéknek a halmaza. Voltak zenék, amelyeket nem szabadott, nem lehetett hallgatni, vigyázott nem tiltással, hanem értékítélettel. És ha ez az értékítélet beépül az emberbe, akkor bizony 20-30 évig nem tudja, hogy mi az a népies műdal, nem tudja, hogy ki Labotka, Csermán vagy Vihari, és nem tud még nagyon sok mindent, mert az a közeg, amelyikben élt, az a közeg egy másfajta értékszintet közvetített. Tehát itt jön az elnézéskérés, bizony lesznek kuplék ma. Ronda, ocsmány, kuplék. És bizony lesznek olyan zenei elemek, amelyek egy más világba tartoznak, hát többek között a kórus muzsika is. És az első, bejelentem a tantestületemet, a Szilveszter János Református Gimnázium tantestületét. Nem énekkart jelentek be, hanem egy olyan társaságot, amelyik hajlandó, a minden szerdán tartandó értekezletekből 5-10 percet lecsípni, lassan szivárogjatok ki, 5-10 percet lecsípni, és kezünkbe adva egy-egy fotlát, nem kórusként, hanem egy tantestületként a kórusművet elénekel. Aki ezt kórusként fogja föl, ahogy mondta,
éneklő társaságról. Ennek az éneklő társaságnak az a lényege, és csak egyetlen egy lényege van, az a lényege, hogy amikor időnként kiállunk a gyerekek elé, mint tantestület, akkor érzékeljék, tehát a középiskolás diákok elé, mint tantestület, érzékeljék, hogy hát van valami visszataszító az éneklésben, de azért mégsem olyan durva dolog. Visszataszító, kellemetlen, rossz, de azért mégis vannak megbocsájtható részeink. Most ez a produkció nem tartozik ezek. Egy hangalat lesz így. Amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem áldozát magad, fogadja Jézusban. Akit nekem ad az Atya, az mindig hozzám, és én hozzám, és én nem köszönöm, mert János halva. Mi lesz nekem a református gimnázium tantestületnek? Nem tudom, miért szeretett úgy, mint
2006-ban megbízást, ezt végrehajtottam, és 2008-ig dolgoztam itt az Allianz Banknál, és utána elmentem. De hogy kerültem én a Szilveszterbe? Fogalmam sem volt, hogy létezik. Akkor úgy azon a néven futott, hogy Szilveszter János Protestáns Gimnázium, és Bíbó István jogtudós fia, dr. Bíbó István, a művészettörténész, aki a Bármadast még a rendszerváltás előtt megszerezte, úgymond, visszaszerezte, úgymond, a református egyháznak. A 1994-ben befejeződött az ottani igazgatói tevékenysége, és úgy gondolta, hogy alapít egy protestáns gimnáziumot, és szerencsére kapott Zuglóban egy elhagyott iskolaépületet, ez a hitvalló református csapat, és létre tudta hozni alapítványi iskolaként a Szilveszter János Református Gimnáziumot. Tulajdonképpen ott a Pillangó Parkban, nagyon szép helyen megbújva, három alapítóban jelen, dr. Bíbó István, ott ül Zolyi Zoltán. Kincső lányom, aki elég sok középiskolát kipróbált, és vele együtt tantestületet is, éppen a pápai református gimnáziumba járt, és megbukott kémiából. Azért bukott meg, mert nem tanult. Nyilván. Jött a pótvizsga, amire viszont egészen jól felkészült, ott viszont megbuktatták, mert közben a hadjáratot indított az osztályfőnök ellen, és a tantestület teljes joggal gondolta, hogy egy ilyen gyerekre, aki jogilag ennyire felkészült, mint az én kincső lányom, és pontosan tudja a jogszabályokat, odatolva az aktuális passzust az osztályfőnök orra alá, hogy miért nem írhat aznap a éppen témazárót, nincs szüksége a pápai református gimnáziumnak, nagyon jól tették. Hát lányom nekiindult, és megtalálta a Szilvesztert a Pillangó Parkban. Így kerültem én kapcsolatba a Szilveszter János Református Gimnáziummal, tehát a lányom hozott össze bennünket, és aztán 2010-től Zólyomi Zoltánétól átvehettem a gimnázium irányítását. Nem volt kedvünk már sem Bíbó Istvánnak csinálni, sem Zólyomi Zoltánénak. A tantestület viszont olyan csoda, hogy én, aki sosem gondoltam, hogy valaha még tanítani fogok, ma minden nap, most így 70 fölött is azzal a szellemi izgalommal megyek be, hogy valami érdekes történik, és tényleg minden nap. Így kerültem a Szilveszter János Református Gimnáziumba, de hogy miért nem éneklek én tovább, tehát hogy miért nem énekeltem én tovább, mert most elénekeltem itt egy előttöröm, áriát. Ez volt az első, amit 17 éves koromban énekeltem, és most eléneklem az utolsó, jó? Amit 23 éves koromban, ennyi volt az operai karrierem. Nagyon sok áriát nyilván megtanultam. Az történt, hogy valamilyen fellépésre készültem, és az énekesek ilyenkor Isten szó. Vida Péter, az én borásza. És természetesen ott ül Heyman Zoltán. Természetesen ott ül Eszter Bauer János és Mónika. És itt van Tompa Imre, aki lehúzza mindig a borokat. Módos Ernő, a módos borát.
történt, hogy valamilyen fellépésre készültem, és nagyon neked voltam. Az énekes az és a diapulmonnal főzöltem, a diapulmonnak nagyon hideg gőze van. Főorvos úr, így van, ugye? Nagyon hideg gőze van a diapulmonnak, fagyaszt a gőze. Tehát nem érzi az ember, hogy milyen forró a gőz. A gőz pedig akkor is 100 fokos. És olyan szinten forrázta le a hangszalagjaimat, hogy az énekesi karriernek nem volt karrier, de a kezdődő énekesi karrier, ilyen mondom, végig kellett, hogy szakadjon. Hála legyen, Uram! Hála legyen, Uram! Hogy ugyanis volt módon megtapasztalni, 73-ban 25 évesen kint voltam másfél hónapig egy olasz operatársulattal Németországban, és 40-szer adtuk elő az állharcos bárt, Verdi állharcos bárt. Szörnyű feladat. Csak aki 40-szer adta el az állharcos bárt, azt tudja, hogy milyen nehéz 40-szer előadni az állharcos bárt. Minden este rettenetes. 10 évig nem tudtam meghallgatni. Ez a opera elveszett számom. Pálinkás Laci. Ó, Hiblinkben. Itt vannak a borrászok. Nem mondjátok, hogy nincsen. És akkor jött az utolsó ária, amit énekeltem. De ezt, hogy ez csak kivonatosan énekel. Jó? De azért. Nagy őzsük, fényes váró, búcsúzom tőle. Ijeszkó áriája, Simon Bocca Negra. Kezdjük. Nagy őzsük, fényes váró, búcsúzom tőle. Már ágyod még csinóban, s ott le. Thank you.
köszönhetek. Nagyapám, nagyanyám, édesanyám, nővére és öccse. Anyai nagyapámról van szó, ő a birtokszerző nagyapa, mindig van egy birtokszerző nagyapa. Ő az, aki földet gyűjt és megalapoz egy nagy gazdaságot, egy mintagazdaságot. Mi ebből, hiszen 48-ban születtem, mi ebből nem láttunk már semmit, hiszen amikor mi megszülettünk, akkor az a több mint 100 foldas mintagazdaság már nem volt az övé. De mi tőle nem tudtuk meg, hogy neki ez volt. Csak láttuk a szobája falán a párizsi, a londoni, a brüsszeli világkiállítások egy-egy termény nagydíját, dinnyéből, káposztából, különböző zöldségfélékből, csodálatos mintagazdaságot alakított ki. Hozzájárult persze a nagyanyám, aki szintén nagyon innovatív személyiség volt, olyan keltető gépek kapcsolódnak a nevéhez, amelyek abban a korban, a század 30-as éveiben kuriózum volt. Tehát tulajdonképpen megújította a csirkekeltetést. Tehát mindketten kivették a részüket a gazdaság felépítéséből. Három gyermekük született, a legidősebb nagyon gyorsan kényelmetlenül, röviddel meghalt. Baloldaltál édesanyám ekkor 13 éves, és mellette a 12 éves nagybátyám, akit aztán 1950-es években egy darabig Pestre kellett járni, Kiskunhalasról van szó, Halasról beszélek, erről a református városról. Pestre kellett járni dolgozni, utána megengedték neki, hogy a saját úgynevezett tangazdaságába elmenjen sima munkásnak. Ott is fejezte be a pályafutását, tehát onnan ment. Tulajdonképpen a saját földjéről a és még megérte a kárpótlás, sőt azt is megérte, hogy az a tanya, amelyet mindjárt egy következő képen látok, a Halas környéki, a hatalmas határral rendelkező Halas környéke mindig úgy élt, hogy munkaidőben kint éltek a tanyán, aztán térre visszamentek a városba. Tehát az ő tanyai életüknek is számos szép eleme van. Tehát megérte azt, hogy a tanyát és körülötte, nem is tudom, talán egy 50 hektárt sikerült, és pont az sikerült, ha most 4 óra hosszat tartana ez az izé, akkor elmesélném, hogy, mert csoda, hogy hogyan sikerül minden. Én akkor már polgármester voltam, és nem mesélem el mindig. Én akkor már polgármester voltam, mégsem szóltam senkinek, és éppen ezért már mindenről lemaradtunk. Tehát nem szóltam senkinek, hogy beadtuk ezt a kárrendezési igényt. És már 95-öt írtunk, már régen a földátverések többsége lezajlott, egyetlen egy tábla maradt csak meg, mire mi megkaptuk a kárpótlási jegyeket. Megkaptuk a kárpótlási jegyeket, az a tábla a nagyapám egykori földterülete. És mégis elmesélem. Ez mégis elmesélem. Csak amikor oda megyünk, és ott van 200-300 ember, és mind arra akar licitálni, és föláll egy, és azt mondja, hogy ne licitáljunk, itt vannak az eredeti tulajdonosok. És te licitáltak, tehát mivel egy nem ment bele a 200-ból, így ezt licitáltak, de egy tévedés kapcsán véletlenül a licitáló elfáradt a keze, mert 40 táblát tartott a kezében, tehát ilyen bérlicitáló, elfáradt a keze, és abban a pillanatban lecsapta. És akkor megkaptuk tulajdonképpen ezt. Tehát magyarul a végül is a történelem úgymond igazságot szolgáltatott. Tehát ez az a tanya, itt jobb oldalon nagyapám, ahogy kell, csizmában is, és mellényben,
és így középük. Édesanyám és a nagybátyám is a minden vasárnap délutáni baráti társaság, ez Halastól körülbelül 4 kilométerre van. Itt ülnek a halasi barátaim. Édesapám katonaorvos, orvos, a háborúban katonaorvos, a Szent Györgyi Albert tanítvány a Szegeden, erős lázdohányos, a sebész, utána ott hagyja a kórházat, a városi tisztifőorvos lesz, és a dohányzás megteszi a hatását, a három agyvérzés, a harmadik agyvérzés elviszi, tehát mi meglehetősen fiatalon. A apjától maradunk, a sportorvos is volt, igen, kisegítenek, hogy mi volt az apám. Sok mindent csinált, szeretett orvosa volt a városnak, szeretett személyiség volt. Éjszaka, amikor valahol van, na majd később lesz a házunk, majd látjátok, hogy maga nagyon magasan vannak az ablakai. És a betegek éjszaka sosem tudták, hogy melyik ablakot kell megverni, és akkor mindig a mi ablakunkat, a gyerekek ablakát dobálták kővel. Akkor tudtuk, hogy föl kell ébreszteni édesapánkat. Ugye semmi motorizáció nem volt, 50-es évekről beszélünk, semmi motorizáció nem volt, és akkor édesapám kerékpárral jött, és mert. Az már egy nagyon fejlett dolog volt, amikor a 50-es évek közepén már fiát kellett hozzáadtam. Nagyon elvárás. A szüleim esküvői képe, a édesanyám első férje, egy magasrangú MÁV tisztviselő, aki nagyon fiatalon lett már a nagyon fontos beosztású egyik vezetője, nagyon fiatalon meghalt, Laci bátyám és Dezső bátyám, ezért viseli a Zorándi nevet, az ő édesapjuk Zorándi Dezső, és 46-43-ban meghalt Laci és Dezső bátyám édesapja, és édesapám egy nagyon nem zárkózott volt, mert nem, egyáltalán nem mondható, hogy zárkózott volt. Ugyanakkor nem volt túlságosan közösségi ember, így azt is elhallgatta, hogy gyermekkora óta szereti az édesanyámat. És amikor férhez ment, akkor ezt nagyon rosszul élte meg, és amikor 45-ben édesanyám Budapestről visszament Halasra, akkor meglehetősen gyorsan jelentkezett édesanyámnál, édesapám. A Laci bátyám erős, kedves történetet mesél. A családi krónika, itt van egy bejegyzés, Kocsis Imre Antalnál, ez én vagyok, van itt egy bejegyzés, hogy visszakaptuk 1950. március 10-én. Oda van írva a családi bibliába, hogy visszakaptuk 1950. március 10-én. Klinikai csoda, tényleg az, klinikai halál, 3 órás. Gábor, tisztában vagyok vele, hogy az agy a 3 óra oxigén hiányt nem bír ki. Ez így igaz. Tessék? Így igaz. Tisztában vagyok vele, hogy nem bír ki. A következő történt. Meg főorvos úr, itt van Józan Ilyen Mihály főorvos úr és orvosok közül is. A következő történt, hogy másfél évesen
A házunktól körülbelül 400 méterre lévő tóhoz gyalogoltam a kis bundámban. Nekünk, fiúknak, négy fiú volt már ekkor, egyforma bundánk volt, Fényi Józsi bácsi varta a bundánkat, egyforma írha bundánk volt. Tehát mindenki tudta, hogy ha egy ilyen írha bunda jön szembe, az valamilyen kocsis jön. Tehát ez egy rendkívül fontos eleme a történet. Belegyalogoltam ebbe a 400 méterrel lévő tóba, jégtáblás tó volt, és megfulladtam. Arccal lefelé vízbe fulltam. A terület teljesen lakatlan. Senki nem lakik ott. A mi házunk mellett, ma már természetesen a halasiak tudják, ott épült fel a kórház, ez a Nagyfai sziget környéke, a ma már természetesen beépített terület, de csak feltöltött, mert oda egyszerűen házakat nem lehet építeni, mert kosszorosan még tanul. Na mindegy, tehát messze van, és senki nem jár arra. Nem is volt miért járni arra, és nem is járt arra. Kivéve valamikor később egy cigányasszony, egy Fáni nevű cigányasszony arra fogorolt valamiért, és meglátott fejjel lefelé a vízben feküdni egy bundát, amit ismert az egész város. Tehát pontosan tudta, hogy ki. Illetve tudta, hogy egy a bundaviselői közül, és tudta, hogy hova kell beszaladni. És nem húzott ki, mert 4-5 méterre a parttól voltam a vízben fejjelentem. Nem húzott ki, hanem beszaladt a elszaladt édesanyámhoz, 400 méter, stb. Szólt édesanyámnak, hogy valamelyik gyerek ott van a vízben. Kezd tetszeni a szövegem, mert itt kezdem. Jó, hogy szóltam előre, mert azt hinnétek, hogy valami. De nem, csak ez az izgalom. Már úgy értem, hogy nem az izgulás, hanem ez a felső feszültség. Hogy életben maradok-e. Beszaladt, édesanyám természetesen kiszaladt, begázolt a jeges vízbe, neki mellégélt a jeges víz, kihúzott, megpróbált. Ja, édesapám mellett dolgozott a rendelőben, tehát pontosan tudta, hogy mit kell tennie. Ez is egy szerencse, hogy pontosan tudja valaki, hogy mit kell tennie. Semmilyen életjelt nem mutatta, mesterséges légzés, stb. Minden történt. Édesapám nem volt otthon, aztán egy idő után megérkezett édesapám, nem volt semmiféle életjel, valamilyen aspirinszerű injekció, 1950-et írunk. Egy orvos táskájában semmi nincs 1950-ben. Az ő táskájában volt egy aspirin. Beadta, semmit nem történt. Fölvittek a rendelőbe, és közben megérkeztek más orvosok is, és megpróbáltak életre kelteni, és lemondtak már. Mindenki mondta apámnak, hogy hagyja, ha nincs remény, hagyja, 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 ne csináld, hagyja, és nem hagyta abba, és a 3 óra után fél háromkor történt az eset, fél hatkor pörögtem fel. Nincs ilyen, Gábor, tudom. Tudom, hogy nincs. A jeges víz, a hibernálása, a szervezet lelassulása, az atrofin, vagy tudj Isten mi, és még tudj Isten mi. És nem orvosi eset, tehát ne orvosi esetként kezeljétek azt, de azért van odaírva, hogy visszakapjuk. Na, hogy vidámat énekeljük, Die Lebendige Forelle. A vidám, szeszélyes kattyú. Gyere! Pongor Gábor tanár úr a Bárpata
Rige Forelle. In einem Bächlein Kälte, da schob sie frohe rein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruhm des bunten Fischleins Bade im kleinen Bächlein zu. Ez volt az eredeti Schubert dal, a nehogy megkapcsolják, és most jön a, ahogy ezt Schöbel elképzelte, egy Mozart feldolgozás. Thank you.
akkor itt már a testvéreim. Laci bátyám, Dezső bátyám, Misi bátyám, ez én vagyok. Én, Misi bátyám. Laci bátyám és Misi bátyám itt van a teremben, majd keressétek meg. Isten hozta őket. Dezső bátyám sajnos már meghalt, elég régen, talán egy 10 éve. Nagyon sportos ember volt. Ő volt talán közöttünk az egyetlen sportos ember. Ő valamikor boxbajnok volt, akkor hagyta abba, amikor beválogatták a válogatott keretbe, akkor gyorsan abba hagyta a boxolást. Magyarország nagyváltozású bajnoka volt, és 66 éves korában a holland határól hazakerékpározott a családjával Budapestre. Tehát igen jó fizikummal rendelkezett. Sajnos egy nagyon gyors lefolyás után kell. És utána, ja, de ő még meg sem született. Tehát akkor itt már megszületett Eszter húgom is. Tehát Laci bátyám, Dezső, Misi, én és Eszter. Ugyanez mondjuk egy évvel később, egyes szerben vagyunk itt. Nagyon szeretetre méltó ember volt, most Laci bátyám is nagyon szeretetre méltó ember volt. De Dezső bátyámnak különösen Laci aztán sokat segített nekünk, majd elmondom, miben Misi, és Eszter meghalt, talán tavaly beszélgettünk előtt, és most már csak 4-en vagyunk. Ja, és itt van Patinka. Laci bátyám, akkor essék róluk szó. Laci bátyám 15 évesen, másodikos gimnazistaként, ma úgy mondjuk, hogy 10-esként, fogta magát, mert éppen 1956 volt, fogta magát és elment. 15 évesen. 15 évesen. Hát tudjátok képzelni, hogy 15 éves gyerek elmegy, hát ez, hogy csak hogy utána mi lesz belőle, tehát külföldre. Tehát elment külföldre, csak kerülő úton ment, mert akkor már az osztrák határt lezárták, és így délre ment, ezt nagyon elszúrta, mert aztán Gerogóba került, egy gyűjtőtáborba, sokat pillódott szegény, és aztán utána talán 16 éves korában került fel Hollandiába, nem kalódott el, nem lett utcagyerek, nem lett elveszett ember, hanem a Hollandia legnagyobb fogyatékos intézetének, a Boldershoff-nak, amelyik Brütenben van, 3200 fogyatékost gondoztak akkor, amikor ő dolgozott vezető pszichológusként. Ő indította el azt, ami most itt Magyarországon lassan-lassan elindul, a kis családos, kis csoportos összeállításokat, azaz, hogy 5-6 fogyatékost egy családotthonba, tehát a családotthonos elhelyezést röviden így is mondhatta volna, ott már a 60-as, 70-es években ezt ő csinálta. Dezső bátyám megirigyelte Laci bátyámat, és utána ment. 1965-ben mindenféle német tudás nélkül, igazán mindenféle nyelvtudás nélkül, angolul beszélt talán, és Németországban telepedett le, nem kalódott el, nem lett belőle utcagyerek, hanem a Reliance nevű nagy amerikai világcégnek a service manageri székéig vitte fel. Tehát ő is jó helyre került. Misi bátyám az érettség után rosszul indult, mert ő teljesen váratlan módon agronómus lett. Megmondom, mik
mikrofonhoz légy szíves, mert jobban hallom. Laci bátyám hangját hallottátok. Tehát Misi bátyám pályát tévesztett és agronómus lett, valószínűleg beütött a nagyapai gén, és agronómusként dolgozott egy évig, miközben rájött, hogy ez nem az ő pályája, és elment pedagógus képzőintézményekbe, ma a Pécsi Egyetem egyetemi tanára. Ő sem kalódott el. Még akkor is, hogyha rosszul indult, mint agronómus. De az nem volt az ő pálya. Eszter nagyszerű pedagógus lett, sok kitüntetés birtokosa, és nagyon jó tanár, sok cikk jelent meg róla, igazán kiváló ember lett. Katinka lett a legnagyobb ember mindannyiunk közül. A legkisebb, ő most nincs itt, mert éppen most költözik. A Debrecenben él, ő azt csinálja, közben meghalt édesanyám 1974-ben, és mi gyerekek teljesen egyedül maradtunk. Semmilyen rokonunk nem volt már. Egyedül maradtunk mindannyian, illetve akik itt maradtak Magyarországon, hiszen Laci és Dezső külföldön él. Mi kocsis gyerekek itthon maradtunk. És Katinka húgomat Eszter elvitte először Sárospatakra, tehát Sárospatakon fejezte be a gimnáziumot, utána ápolónő lett, és a budakeszi szanatóriumban összeismerkedett egy debreceni focistával, aki 28 éves korában teljesen béna lett, és ez a debreceni focista annyira megnyerte a húgom szívét, hogy összeházasodtak, egy tolószékes, teljesen béna ember, és egészen 30-valahány évig Kató húgom reggel 4-kor kelt, megtornáztatta, orvosasszisztensként dolgozott is, megtornáztatta Miskát, 6 órájára betette a tolószékbe, megfőzte az ételt neki, elment dolgozni, hazament, és aztán folytatták. Nagyon boldog életet éltek. Csoda, amit a katolikusban véghez vitt. És soha egyetlen egy, nemhogy zokszót nem hallottunk, talán a legvidámabb csapatot láttuk mindig, amikor hozzájuk látogattunk. Ezért mondom, hogy katolikusban a legnagyobb ember hatunk közül. Amit aztán 1974-ben, miután meghalt 74-ben édesanyám, és a 4 gyerekkel már csak egyedül állt szembe a városi tanács, ezért gyorsan kisajátították bölcsödének, ma is bölcsödeként működik a ház. Mindannyian eljöttünk Halasról, a Misi bátyám Pécsett, Kató Debrecenben, Eszter Szegeden, én pedig Szexárdon éltünk, tehát gyorsan elhagytuk a várost, most bocsájtottunk meg 20-valány évvel később Halasnak. Megyünk tovább. Az, hogy Laci bátyám elment Hollandiába, ez egy családi idill fotó készítésére sarkalta a családot. Folyamatosan ilyen fotókat küldözgettünk szegény Laci bátyámnak, hogy mi ilyenek vagyunk, mi persze nem tudtuk, hogy ők milyenek,
de hát mi gondolunk rá sok szeretettel. Óriási levelezés ment Laci és édesanyám között, óriási levelezés. Nem is hihető, hogy mennyire komolyan kapcsolatban voltak. Ez is egy ilyen családi idill, hogy édesanyám természetesen ez a kép Lacinak készül, éppen az ő levelét olvassa, mit tesz Isten, egy teljesen véletlen családi jelenet. Misi bátyám éppen sakkozik Dezsővel, én szerelem az órát, mert hiszen tudni kell, hogy ez mikor történik. Itt van a Katinka húgom, itt van Eszter, aki mindig félrevonulva, későbbiekben is megmaradt olyannak, félrevonulva, és édesapám természetesen a szaksajtó miatt. És akkor ez már tulajdonképpen a kibontakozás, ahogy keresi az ember saját magát, tehát ez itt, mivel 1963-ban megvoltak a nagy amnesztiák, 1963-tól kezdték kiengedni az embereket. És legnagyobb meglepetésünkre 64-ben, tehát mindjárt az amnesztia utáni évben, kiengedtek bennünket Misi bátyámmal Lacihoz. És ezek a képek ott készültek, ez például Hollandiában van. Ez a fajta állandó kapcsolat, amelyik mindvégig megmaradt a köztünk, a vasfüggöny ellenére, a köztünk és a testvéreink között, ez azért nagyon jót tett, sok mindennek jót tett. Éppen édesapámnak a bocskaiában és éppen édesapám tiszti kardjával a 16 évesen keresem a formát, hogy milyen is legyek. Ekkor éppen Beatles forma voltam, de aztán gyorsan konszolidálódtam. De itt valamit kellene énekelni. Ja igen, itt kellene beszélnem nekem a barátaimról, akik szintén itt vannak, Pap Mikiről, Arackiról, Aracki Lászlóról, nem arról az Arackiról van szó, egy honlomról van szó. Ő az Aracki László, a borászatnak a Kiskunhalas mellett van a borászata, és mellette Gombos István, mind a ketten gépész, illetve kertészmérnökök. Azért mondom ezt, mert a gimnázium évek számomra csoda volt. Én elszakadtam a családtól egy kicsit. Szerencsére a szüleim engedték, és így engem a gimnázium nevel. Tényleg én az akkori, mostani Szilády Áron gimnázium, akkori Szilády Áron gimnáziumnak akkor volt 300 éves, amikor én másodikos voltam. És az a református múlt még benne volt a gimnázium légkörében. És mivel szabadjára engedtek, mi, mármint a szüleim, mi heten kialakítottunk egy olyan életmódot, amivel egymást neveltünk. Hihetetlenül sokat tanultunk egymástól. Egészen fantasztikus, hogy mennyire tudtunk hatni egymásra. Dr. Karsai Sándor, heten voltunk barátok, és az egyike Dr. Karsai Sándor, a 17 évesen, tehát harmadikban írt egy verset rólunk a galeriről, amit aztán így hívtuk magunkat, hogy a galeri, amit aztán Rikó Béla, a költő reprodukált számunkra, mert ő akkor, Rikó Béla a Móra kiadónak az igazgatója, illetve a kiadásának volt a főszerkesztője. Ő is falasi, és ő ezt a verset ott hallotta, amikor az egyetemről próbatanításra jött hozzánk, és megőrizte számunkra mi ezt a verset. Akkor hallottuk, 17 éves korunkban, és Rigó Béla juttatta el hozzánk, talán 2 éve, szegény Béla azóta már meghalt.
Tehát Karsai Sándor, ja, akikből orvos lett, ővé volt az első, most ezt megint neked mondom, Gábor, dr. Karsai Sándor nyitotta az első magánrendelőt Pomázon, szinte az országban neki volt először olyan magánrendelője, ahol több orvos dolgozott, 6-8 magánrendelő intézetet. Bele is bukott szegény, de rendkívül innovatív ember volt. A forgatókönyvei jelentek meg, könyvei jelentek meg, novellái jelentek meg, tehát egy nagyon, nagyon okos és nagyon nagy embernek tartottuk. Karsai Sándor a galeri. Mint egy fél tucaton ültünk a padon, pontosabban heten a galeri, a mester, a pityor, a tuán, Pincsi, Hugó, a Sanyók, a Cseri. 10 óra volt, előttünk egy pár bandukolt, majd még egy pár, éjfél van már, csak ülés vár a galeri, a mester, a pityor, a tuán, a Pincsi, Gyurác, Hugó, a Sanyók, a Cseri. Mire vár, mi kell még? Egy jó gitárt szeretnénk, aludni mindig, nagy piát, felrúgni mindent, diszharmóniát, világá menni, felnőttnek lenni, mit tudom én, mit tudok én? Ütni, verni, vágni, harapni, röhögni Rómát, ahogy ég, te magasságos ég. Mire vagyok én jó? Lehetsz még Néró, a császár és színész, de már tudod, semmit sem ér az egész, cinikus vagy nihilista. Cinikus vagy nihilista, fiam, nem volt érdemes letolni érted a katyát. Zengi otthon atyád, és nem veszi észre, fütyülsz az egészre. A végén még büszke vagy rá, példaképet a százkulott, az legalább akkor, amikor akart, akkor is azt nyakazott. Az adolescent szervezet még kinőni, sajnos ezen röhögni is kell, mert te senki soha nem nőni ki, csak ha már felnőtt, nem meri mondani. Mint egy fél tucaton ültünk a padon, mint egy fél tucaton, pontosabban heten a galéria, a mester, a pityor, Tuán, Incsi, Gyurác, a Hugó, a Sanyók, a Cseri. Karsai Sándor verse. Gyorsítanom kell. Valami rossz lett? Igen. Ez már érettségi után, a későbbi feleségemnél, osztálytársamnál, Zitánál, karácsonykor. Jól látjátok a különböző azonos időben készült képekről, hogy keresem, hogy végül is milyen öltözék legyen az, ami aztán életem részévé válik. Többiek már, tehát ez lett, hát most mit csináljunk, hát ez lett. Ez lett, és ilyen is maradt tulajdonképpen. És aztán jön egy nagyon nagy időszak, megismerkedés egy nagy emberrel. Ez a nagy ember egy alacsony termetű, alacsony, fantasztikus személyiség, Kardos Pál, aki a kórushangzás úttörője. Nem tudok, hosszan kellene róla beszélnem, nem tudok hosszan idő hiányában, de ezt úgy fogalmaztam meg az 50. évfordulón, amikor ez a Bartók kórus 50 éves lett, hogy amikor teljesen váratlanul meghalt nagyon fiatalon Kardos Pál, akkor nagyon-nagyon sokáig, és azt hiszem, hogy mindmáig azt gondolom és azt gondoltam, hogy nincs kinek bizonyítani. Kinek bizonyítsam be, hogy mi lettem, hogy mit csinálok. Nincs kinek bizonyítani. Elment az, akinek bizonyíthattam volna, hogy valamit csináltam, vagy hogy hatott az, amit mondott. És nincs kinek. És tényleg nincs kinek. Mögötte itt van a Veszeli Gabriella. Veszeli Gabriella, őt csak azért említem meg, mert neki köszönhetem azt, hogy nekem most ilyen beszédhangom van. Neki köszönhetem, hogy még nem öregszik olyan gyorsan a hangom. Ő állította be 10 éves koromban, pontosabban 20-21 éves koromban, hogy hol kell képezni a hangot, hogy az ne tegye tönkre a hangszálakat, hogy a hangszálak ne sérüljenek,
hogy a, ne legyen, hogy zörejmentes legyen a hang, ezt mind ő is meghalt már. Ezt mind ő csinálta. Egyébként Gregort is tanította énekelni. De nagyszerű volt. A Kardos Pál felesége és sok ismerős, a Bartók kórus tagjai itt ülnek, tehát ők nagyon sokakat felismernek, akkor mivel nagyon szoros kapcsolatban vagyunk mi is vele, itt van Balázs Pisti, akiből később jogász, és itt is a jogi egyetemre járt, a Fordasi Péter, aki majd vezényelni fog, vele együtt ők indították a Bartók kórust az útjára. A Pistából a jogi pályafutás mellett karnagy lett, az evangélikus egyháznak a kórustáborát ő szervezte, megalakította a Mandák kórust, Netti, a Szilveszter János gimnázium igazgató helyettese a Mandák kórusban énekel, tehát nagyon szoros a kapcsolat. Sajnos Pista nem olyan régen eltávozott közülünk. Országgyűlési képviselő volt, ő volt a monopoli csoport létrehozója, a nagyon ismert személy, és itt vagyok mellette én, Zámbó Géza, Pécsi Egyetem tanára, néhány éve a kar oktatója lett, Maróti Laci, itt van valahol a sorokban, igen, itt ül, és még sokan, sokan mások. Ja, hát azt hittem, hogy fölismertétek, igen. Faragó Laura az első röplimpába versenygyőztese, ő is természetesen. És akkor Irénke, sajnos ő is meghalt már. Szabó Zsuzsa, igen. Péter, akkor megkérlek, hogy egy Nunc Dimittist nyomjunk el. Addig, amíg a kórus föláll. Ez a Nunc Dimittis. Lukács evangéliumából származó ige a Nunc Dimittis. Arról szól, hogy a törvény szerint a 40 napos Jézust be kell mutatni a templomba, és az Ab Simeon meglátja Jézust. A Ab Simeon meglátja Jézust. És ezekkel a szavakkal áldotta, itt most pontosan olvasom az igét. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve, igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és szent élet volt rajta. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték a szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásának, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta, és most jön a Nunc Dimittis servum tuum, domine secundum verbum tuum, pace, idérünk, okulimei szagutára tudunk. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim az üdvösségedet, melyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül a népernek, Izraelnek, glória patria filio, spiritus sanctus, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Lord, thou art the Son of God, 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 the Son of God
Bartók kórust a kórus egykori alapítója, későbbi karnagy, a Hordasi Péter Lisztíjas karnagy vezette. Köszönjük. Ugyanez az 50 évvel később. Tehát ez, és ugyanez 50 évvel később, hát még itt vagyunk néhányan azok közül, akik még az elsőben is énekeltek. Megyünk tovább. Ja, ez egy véletlen. Tehát megnősültem az osztálytársamnak Budavári Zitát. Zitát vettem el 1971-ben, és hosszú-hosszú boldog életünk volt. Édesanyám 1974-ben meghalt, ahogy mondtam, és ezután történt az a változás, hogy el kellett jönnünk Halasról, de én eközben már tanítottam, és 1977-ben ide vetődtem Szekszárdra. Egyrészt itt nyílt a főiskola, másrészt feleségemnek az unokatestvére egy későbbi képen látszik, róla van szó, tehát ő Kis István, vannak akik még emlékeznek rá a helybéliek között, Kis Pista, ő feleségemnek az unokatestvére, a feleségem édesanyja és feleségem első unokatestvére, így ők második unokatestvére. Pista csábított át Szekszárdra, és akkor itt a művelődési házban megyei. Itt van egyébként Anikó, Mini, Éva, sokan azok közül, hát persze Kispál Pista, sokan azok közül, akik szintén ebbe a körbe tartoztak. Köszönöm, hogy eljöttetek. Tehát utána viszont már 77-ben óraadó lettem a főiskolán, és 78-ban főállásban átmentem a főiskolára, ahol tényleg fantasztikus dolgokat éltünk át. Most ezen a képen, most pontos, azért megyünk így tovább, mert ezen a képen ott van Lemle Zoli, aki most nincs itt, mert nagyon beteg, de mindenféle zenei formációt kipróbáltunk. És kipróbáltuk a spirituálét is, így most, bár a spirituálé kvartett rendkívül üresen szól három kiöregedett fővel, de most mégis hárman fogunk spirituálét énekelni. Ez enyhe, gyenge illúziója annak, amit annak idején énekeltünk, de csak azért, hogy éppen emlékezzünk rá. Gyertek, Jenő és Lali! Ez egy abszolút önkormányzati dolog volt, mert a későbbiekben valahogy mindenki kapcsolatba került az önkormányzattal. Bognár Jenő, aki baritont énekelt, ő később Bátaszik polgármester lett. És hosszú évtizedeken át vezette Bátaszéket. Lali, mint a zeneiskola akkor igazgatója, a városi képviselő lett, tehát szintén önkormányzati ember, és Lemle Zoltán pedig, aki egyébként civilben református lelkész, ő meg polgármesteri titkár volt, úgyhogy mindenki valamilyen módon a későbbiekben, semmilyen részem nem volt benne, sem egyikben, sem másikban, kapcsolatban került az önkormányzatisággal. Ez a jó, amikor annyira a spirituálitás nem nincs. Melyiket? Give me the third. Oh, my God.
ritkaság az, hogy szerdán megpróbáltunk összejönni. Sikerült is, de mivel régen találkoztunk, elbeszéltük az időt. És akkor ennek az egésznek a tanúi, ott volt a tanszék, fantasztikus tanszék volt. Lányi Péter volt a tanszékvezető. Lányi Péter, azoknak mondom, akiknek a név nem mond semmit, egy olyan hihetetlen... Gyere Sámon, kérlek, merre vagy? Tehát Lányi Péter egy olyan hihetetlen zongorista volt, zongoraművész volt, akinek a magánélete pontosan ugyanolyan fontos volt. Itt van Katalánya, kösz, hogy eljöttél. Olyan fontos volt, és most Farkas Sándort mutatom be, aki fölmegy most a zongorához. Most ő jeleníti meg Lányi Pétert, nyilván nem a személyiségében, hanem csak a zongora játékában, hiszen Péterre volt az nagyon jellemző, hogy akkor, amikor játszott valamilyen nagy Lisztet vagy egy nagy Chopint, akkor utána az estén, ami nyilván nem ért véget a koncerttel, Pétert ismerve, hanem belecsapott valami másba, akkor a 46-os sárga villamos az pont ugyanolyan fontos volt számára, hogy az tényleg megszólaljon. És most Péter emlékére készültünk Péterrel egy ilyen kis bohóckodásra a mi muzsikus lelkekkel, és nyilván nem valósult meg. Péter meghalt, és nem tudott már megvalósulni, hogy ezen a bohóckodáson előadjuk a mi muzsikus lelkek, bohém fiúkat, úgyhogy most Péter emlékére. De akkor azt beszéltem meg Sándorra, mindjárt ott a voltam. Azt beszéltem meg Sándorra, aki egyébként Lembergben tanult, és Berek Szászi, és itt van a Munkácsi. De itt van a teljes Berek Szászi csapat, ott hátul Benza Gyurival, thank you.
kényelmesen dolgokban. Szajlét és a portékájukat. Ez nem működik. Bocsánat. Megközelebb még több hibát fogok el. Mi muzsikus lelkek, amivel készültünk, akkor próbáljuk. Thank you.
másikat. A váratlan polgármester lettem, és aztán mindenfélébe belefutottam, mindenféle kampányokban. Egy kampányban énekeltem életemben először kuplét. Kuplé kell a vég. Minden csak komédia. A Lipszeren Szőrészeti Iskola előképző
Wirton Edelweiss, amikor Németországba kijutottunk Zitával, akkor vettünk neki egy kvarcórát, ez még a 70-es évek, egy zenélő kvarcórát, és játszott egy dallamot ébresztésre. És ott mentünk Dezsőhöz, Dezső bátyámhoz, és mondja a német sógornő, de ez az Edelweiss. Mit az Edelweiss? Hát az Edelweiss. Fogalmunk nem volt, akkor még nem láttuk itthon azt a filmet, hogy Edelweiss. Így aztán úgy szólt feleségem karján az Edelweiss évtizedekig, hogy fogalmam sem volt, mi az a dal. Na tehát akkor a muzsika hangjaiból az Edelweiss. Thank you.
döntöttem, és ez mind benne volt a forgatókönyvben, de már régen nem a forgatókönyvben. De mindenképpen hadd mondjam, hogy a távozásomnak az egyik oka a Palotás János. Mármint, hogy szexáról maradjunk. Létrehoztunk vele egy közös céget, és 2005 óta dolgoztunk benne, hogy végül is 2008-ban kilépjünk a piacra. Kilépjünk a piacra, jól érezzük magunkat, rendben vagyunk. Minden jó a céggel, köszönjük a gratulációkat. De tényleg ez volt az, ami akkor, hiszen akkor pont a válság pillanatában, a válság kezdetén indultunk el a céggel. Nagyon nehéz volt felfuttatni, hiszen 10 éves, borosszékről van szó, hiszen 10 éves szerződéseket egy válság pillanatában nagyon nehezen kötnek az emberek, és mégis nagyon jól sikerült ezt szépen útjára indítani, és szépen megy a cég a maga útján, és köszönet érte. János, örülök, hogy itt vagytok. A Madrigál kórus az életemnek a másik része. Baka István az életemnek a harmadik része, negyedik része, Mészői Miklós. A forgatókönyvben benne van, hogy így elmondok egy baka verset. Képzeltünk, hogy benne van, hogy elmondok egy baka verset. De ezt már nem akarom veletek, ezt a merényletet megcsinálni, hogy elmondok egy baka verset. Annyira szerettem volna. Annyira szerettem volna sok más, még sok másokkal kapcsolatos dolgaimról beszélni, de ezt már nem tehetem a kíméletből. Ezért hadd kérjelek meg benneteket, Bartók kórus és Madrigál kórus, és utána a muslincákat, hogy a Bartók kórus és a Madrigál kórus, Sík Sándor Tedeuma, hiszen ez az egész nap, ez az egész másfél óra egy Tedeum. Téged Isten dicsérlek, hálaadás. Akkor a végén egy Tedeumot. Az, hogy a főorvos úr megmenti valakinek az életét, az ugye mindennapos jelenség. De hogy bemegy az ember egy kardiológushoz, és azt mondja a kardiológus, hogy menj el hasi ultrahangra, az nem normális. Az nem normális dolog. Egy kardiológus miért küld hasi ultrahangra? Nem kéne neki, hiszen megvizsgálta a szívemet, tökéletes, megállapította, hogy 47 éves életkornak megfelelő, nem igaz, csak valami ilyesmi, e körüli, de elküld hasi ultrahangra. És ha nem küld el, és miért küldött el? Tehát a Tedeum az minden időben az ember életének az a része. És Visi, köszönöm! Köszönöm ezt a Sík Sándor Tedeuma. A Madrigál kórus jobbágy Valér, szeretettel köszöntelek Valér. Életem nagyon fontos része vagy. És köszönöm, hogy eljöttél. És nem tudom, hogy miért nem akarsz vezényen. Tedeuma. Thank you.
A muslinca érkezéséig, amíg följön ide a muslinca, gyertek ki. Addig nem mondom, hogy mit találtam ma reggel a számítógépemen, nem bombasztikus fogás. Gyertek föl. A számítógépemen találtam egy 20 éves levelet. Ezt a 20 éves levelet a szekszárdi polgároknak írtam. Tudjatok róla, hogy ez a levél benne van a Városháza a Árkádjai alatt elhelyezett időkapszulában, és majd valamikor, gondolom, hogy a következő évszázadban, tehát a századfordulón, tehát 2100-ban, vagy 2101-ben, hiszen itt egyben helyezték el, 2001-ben, 2101-ben, a következő századfordulón kinyitják ezt az időkapszulát, egy csomó dolgot találnak benne, és egy szózatot a szekszárdi polgárokhoz. Én írtam. Az üzenet helye és ideje egyben nézőpont is, innen a Városháza árkádjai alól az ezredforduló éveiből megnyerő és kedves szekszárdot látok. Ezek dumák, ilyen bevezető dumák, hogy a kép ugyanaz, mint amit Liszt láthatott, stb. Látom, hogy ott a szoba, amelyik mögött ott van Mészői Miklós, és jó volt ebben a városban élni. Ha végigmentek a városon, látjátok Babits Garai és Liszt szellemének a nyomát, látjátok a kezük nyomát is, Szatmári Juhos László játékos szellemes borkútja a Vármegyeháza udvarában, Adorjáni Endre költői megfogalmazású nő alakja a Garai mögött, Farkas Pál szobrászművész Hári Jánosa, a Fúz György zenélő csodalénye az Augusztház mögött, Farkas Pál felépülő történelemkönyve a Liszt téren, Samu Géza világfája a Művészetek háza előtt, Kis Ildikó életfája a Találka téren, a szekszárdi művészek által készített második világháborús emlékmű a Szent István téren, ahol azóta talán már áll Farkas Pál Szent István szobra is, ha kimentetek, akkor 20 év után tényleg áll. Vagy Baki Péter nagyszerű pannói a Városházán, vagy aminek csak a hangzó emléke él bennünk, Kusek Rezső és Lányi Péter zongoraművészek emlékezetes koncertjei az Augusztházban vagy a Művészetek házában, a Bartina Néptánc Együttes fergeteges előadásai, a Kamarazenekar gyönyörű estjei, a Madrigál Kórus hatalmasában koncertjei, a Jazz Quartet, a Big Band és a többi, valamennyien szekszárdon éltek és élnek, velünk a várossal gazdagok vagyunk. És ahol a bor 2000 év óta a világ egyik csodája, hogyan ne lehetne szép életet élni. Ez az évtized teremtette meg azokat a pincészeteket, amelyek majd benneteket is örvendeztetnek boraikkal. Westergombi, Vida, Sárosdi, Takler, Duzsi, Mészáros, Heimann, Fritz, Szentgál pincészet, írtam ezelőtt 20 éve. Tanúi lehettünk indulásuknak, amikor a semmiből építették fel újra a szekszárdi bor hírét, képét, kultuszát. Így éltünk és élünk ebből a nézőpontból a Városháza elől az ezredforduló éveiben. Hálaadás. Csak áthatom a jó sorsomat, hogy polgármesterként megadatott nekem ennek az évtizednek részesévé lennem. A történelemkönyvek a ti időtökben már elemző tárgyilagossággal szemlélik a rendszerváltást, ha elfelejtettétek már a szót, a demokratikus berendezkedés 1990-es visszatérését jelöltünk mi ezzel. Mi viszont megéltük, átéltük, néha túléltük, de általában a gyermekbetegségek ellenére örömmel fogadtuk, mert az emberi akarat a közösség érdekében történő szabad érvényre juttatását láttuk benne. Botladozásaink, hibáink már évtized múltával is látszanak, de remélem az idő elsimító, legömbölyítő hatása finomabbra csiszolja a ma még érdes sértő felületeket. Örülnék, és akkor is örülök a letelepített üzemeknek. Az idő, és akkor befejezem, az idősebb jogán létezik-e még jó? Hadd mondjam, szeressétek úgy ezt a várost, ahogy az első 10 000 éveit letelepedő ember érezhette, amikor lenézett a mai Béla térről kelet felé az akkori Duna voltágakkal, folyókkal szabdalt hátterére. Jó itt él. És az utána következő 10 000 évben mindig akadt jó néhány városlakó, aki így gondolkodott, tett és munkálkodott, hogy jó legyen itt élni. Ez a ti örökségetek. Éljetek vele bölcsen.
a záró, és akkor utána a, ez a fölinvitáló, a végre a borokhoz fölinvitáló ének. Jó, tehát utána legyetek szívesek, ne tapsoljatok, hanem menjetek a muslinca kórus után, és menjünk már föl végre, így valami. Így álmos van a bennem, most van, bónod bennem, megint árnyékorkos kutya, pénteken is, szombaton is, kis széken is, nagy széken is, bundás kutya bőréből is. És ne haragudjatok, 1:10 terveztem, és ez messze túlmúlt mindenhol. Határ, most csatlakozzatok a muslinca kórushoz. Rezső, a város polgármesterének nagyon köszönöm. A polgármesterek az első 10 után el szoktak menni. Nagyon kedves vagy, hogy kitaláltad. Köszönöm szépen. Thank you.